Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. Az év írója is lehet, Besenyei Gábor, ami azért megdöbbentő, fantasztikus és különleges, ugyanis Gábornak tavaly decemberben jelent meg az első kötete. Erről is beszélgetek Gáborral, hiszen itt ül velem szemben a stúdióban. Szia! Szia! Megdöbbentő tényleg az, hogy a debütáló regényed most december közepe vége táján jelent meg, és már olyan díjakra is jelöltek, hogy az év írója, ugye a Magyar Könyvek Viadalán, illetve van még egy jelölésed talán, hogyha jól tudom, az év első könyves debütálás 2015-ben kategóriában is. Milyen élmény, mesél erről? Ugye megdöbbentett az év írója jelölés, tényleg nem számítottam rá. Abban kicsit reménykedtem, hogy az év első könyvében, debütálásában benne lehetek én is. Az évírója tényleg nagy meglepetés volt, egyáltalán nem gondoltam rá. Ugye olyan nevek vannak mellette, mint Böszörményi Gyula, aki szintén a kiadónk írója, ő József Attila díjas író, vagy például Lakatos Levente, aki már megnyerte a Libri aranykönyv díját is. A másik szerző pedig szintén sokkal több kötetes szerző, mint én, úgyhogy mindenki előrébb tart az írói pályáján. Úgyhogy nem is tudom, minek köszönhető. Azt hiszem talán, ugye ez egy alulról jövő kezdeményezés, ez a díj. Könyvekkel foglalkozó bloggerek alapították még 3 évvel ezelőtt, és az volt a céljuk, hogy magyar könyveket népszerűsítsenek. És még a könyvem megjelenése előtt az én regényem elindult egy blogturné nevű, szintén ilyen könyvkezdeményezésen, vagyis különböző bloggerek beválogatták a fülszöveg alapján, hogy milyen regényeket szeretnének írni még a megjelenés előtt, és a kiadó elküldte nekik ezeket a könyveket, és így úgymond minden héten más bloggernél jelent meg az én könyvemnek a kritikája, így azt hiszem megismerhettek a bloggerek is, az olvasók is, és így kerülhettem a legjobb az év írója kategóriában. Még a műsor előtt azzal viccelődtünk, hogy te nyíregyházi vagy, és mi még nem tudtunk rólad. Hogyan lettél te író, vagy mikor kezdődött ez? Igazság, hogy én ilyen eddig fióknak író voltam, szóval nem csoda. Itt tanultam a főiskolán Nyíregyházán kommunikációt, újságíróként kezdtem. Azt tettem le, és kezdtem egy idő után átpátlani a regényekre. Először szépirodalmal próbálkoztam, mert nagyon sok szépirodalmat olvastam korábban, de nem éreztem jól magam benne. Ezt teljesen véletlenül belecsöppentem egy fantasy történetbe, elkezdtem írni, és utána éreztem el, hogy ez az én világom, ebben ki tudok teljesen, jól tudok alkotni, és akkor kezdtem el ilyeneket iragatni, és a könyvmai képző kiadó, ami a kiadóm, az elmúlt 5 évben meghirdetett egy regénypályázatot, az Aranymosást. Szerintem ők az egyetlen kiadó, akik konkrétan várják a magyar szerzőknek a munkáit, nyilván más kiadókhoz is be lehet kerülni, de ők tényleg szeretnék gondozni a tehetségeket, és én a 3. kiírásban indultam, és ott lettem győztes, és így kerültem, így adták ki végül a regényemet. Akkor nevezzük nevén a gyermeket, milyen címet visel a te könyved, és egyáltalán miről szól, hiszen ahogy te is mondtad, a szépirodalomtól kicsit elrugaszkodtál, más területet ragadtál meg. Az Olympus legyőzése egy a sorozat címe, vagyis a sorozatról van szó, készül majd folytatás. Az alcíme pedig a Jövő harcosai. Ez utal arra, hogy egy időutazós történetről van szó, hogyha... Hát egy igazi fantázia, ami a szívedhez közel áll. Igen, szavakban kell összefoglalni, akkor azt szoktam mondani, hogy görög mitológián alapuló, időutazós, ilyen múltban nyomozós, urban fantázia és kalandregény. Na nem azt mondom, hogy meséld el a csattanóját a könyvednek, de azért egy kis ízelítőt hagy halljunk már tőled, hiszen azért interneten már találhatóak akkor felvezetők, kedvcsinálók és írományok, de te hogyan tudnád esetleg kicsit promózni ezt a könyvet? Miről szól, kiknek szól, kiknek szántad? Mindenféleképpen ifjúságirodalom, a könyv hátsó volt olyan 12-es kariká, szóval a felett mondhatni. A történet a mai Magyarországon kezdődik, de az, hogy már letűnt korok istenei, görög istenek jelennek meg itt, most tényleg nem fog belemenni a történetben, 3 főszereplője van, 3 magyar gyerek, Erik, Adria és Marcel, akiknek vissza kell majd utazni a múltban, nyilván ilyen világmegmentős történet, és ami az érdekessége, hogy hozzájuk kapcsolódik egy ókori halálistennő, aki annak idején Árész bandájához tartozott, mondhatni, egy igazán rossznak tűnő karakter, mégis kénytelenek szövetséget kötni, azért, hogy leleplezzenek egy ókori isteni árulót,
És a történetnek az a érdekesség, hogy a múltban nyomoltak a görög mitoszokat felhasználva, lépdelnek előre, hogy végül kiderítsék ki a záruló. Tehát lényegében az a fiatal, aki a kezébe veszi és el is olvassa a könyvedet, magáinak érzi, mert hogy magyar fiatalokról van szó, időutazás, fantazi, tehát ez is egy nagyon érdekes kis plusz élményt ad az embernek, ugyanakkor tanít is, mert hogy mitológiai alakokról szól, nagyon érdekes lehet, úgyhogy ajánljuk mindenkinek, de lesz-e folytatása, hiszen mondtad, hogy ez egy sorozat első része, hol áll a folytatás? Elkezdted már írni? Igen, túl sokat is írtam hozzá, most épp azon vagyok, hogy lerövidítsem. Az hogy... mit jelent, hogy 4000 oldal, vagy azért annyira nem? Nem, annyi nem, de egy vaskosabb, tudom, egy Harry Potter, az már nagyon sok még, úgyhogy mindenképpen azon vagyok, hogy húzzunk belőle, és nyárig le kellene adnom, hogy évvégén megjelenhessen, úgyhogy bajban vagyok egyelőre, de remélem sikerülni fog. Még egyetlen egy kérdés a végére, mert már csak fél percünk van. Mikorra dől el, hogy te leszel-e az év írója? Azt hiszem, április 29-ig, 27-ig lesz szavazás, szóval április végéig tart mindkét szavazás nagyjából. Tehát akkor lehet, hogy májusban ismételten visszahívunk téged ilyen örömteli hangulatban, hogy gratulálunk. Hát remélem, hogy sikerülni fog. Köszönöm szépen, Gábor, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hamarosan amúgy a zeneterápiáról szólunk itt a műsorban, azonban most egy kitűnő zenekutatóval ismerkedhetnek meg. Vavrinec András, népzenész, népzenetanár, magas színvonalú, a népzene iránti elkötelezettséggel végzett szakmai, kutatói és népzenegyűjtői munkája elismeréseként kapta meg a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést. A Nyíregyházi Egyetem tanára mondta el nekünk, hogy mit is jelent számára ez az elismerés. Nekem elsősorban ez egy szakmai elismerés. Tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy az eddigi életpályámat egy kicsit úgy megkoszorúzza, ha ezt lehet mondani. Ez ugye most már több mint 40 éve foglalkozom népzenével, és mindegyik részét kipróbáltam, amit csak lehetett. Tehát a aktív zenéléstől kezdve a népzenegyűjtésig, feldolgozásig, publikálásig, mindegyik oktatásban is ugye elég régóta részt veszek. Tehát mindent lehet kipróbáltam, és gondolom valamit elérhettem, hogy ezt kaptam. Hogyan lesz egy bányamérnökből népzenész, és miért? Idejéveken elkezdeni muzsikálni. Én már amikor jártam Miskolcra a Nehézipari Műszaki Egyetemre, már ott elkezdtem népzenével foglalkozni, úgy hát akkor jöttek be a táncházak az egész országban. Én a kollégiumot hegedülgettem, és akkor megkerestek az Avas Tánc Együttestől, hogy ők szeretnének beindítani táncházat, és hát, hogy hallják, hogy én tudok hegedülni. Hát valamennyire tudtam, de hát népzenét addig nem játszottam. Na mindegy, az a lényeg, hogy végül is sikerült belevágni ebbe a dologba. Pontosan tavaly volt, hogy ünnepeltük ennek a 40. évfordulóját Miskolcon, és végzés után is ott maradtam még 4 évig, és a munka mellett, tehát mint bányamérnök ugye dolgoztam a Helyő Csabai Cementgyárba, és emellett zenéltem, és kezdtem foglalkozni a gyűjtéssel is. Akkor volt ez a Röpűpáva 77, amikor ilyen megyei csapatok versenyeztek a tévében, és a Borsod megyei csapatban én voltam a zenei szerkesztő, mondjuk így. Azért nagyon szerényen említi meg ezeket a dolgokat, amik így az elmúlt években történtek, de a népzenei gyűjtés az kifejezetten egy elismert tevékenység. Hát nagyon sokat tudnék mondani, de hát úgy rövidre fogva, tehát már amikor Miskolcon elkezdtünk a táncházakban muzsikálni, természetesen mi is kimentünk székre, ugye akkoriban mindenki oda zarándokolt, széki táncházat megnézni, a széki zenészekkel egy kicsit barátkozni, tanulni tőlük. Így én is felkerestem őket még első évben. Majd összeismerkedtem kint Kalos Zoltán népzenekutatóval, aki aztán nagyon kedvesen fogadott és mindig ellátott tanácsa, hogy hova menjek, mit csináljak. És hát ő segítségével gyakorlatilag Erdélynek egy jó nagy részét bejártam, aztán kiválasztottam magamnak egy kedvenc helyet. Ez Maros szék volt, Marosvásárhely környéki falvak.
gyakorlatilag a mai napig is járok oda. A során mi az, amire a legbüszkébb? Talán a gyűjtések eredményeire, a publikációkra. Ennek egy jó része közös munka Virág Völgyi Mártival, akivel most már 25 éve csináljuk ezeket a népzenei füzetek sorozatban a hegedűsöknek szánt ilyen népzenei példatárakat. Kiválasztunk egy-egy primás, vagy egy faluból több primás, és annak az anyagát szépen Márti leírja, utána közösen átnézzük, utána írunk hozzá még egy technikai, meg egy néprajzi leírás, és ezekből lesznek a füzetek, hangzó mellékletekkel együtt. Ez 91 óta van. Most is dolgozunk egy ilyenen. Most egy kavota szegi primás Füski Rudinak a anyagát csináljuk éppen. Ahogy pár perccel ezelőtt ígértem, a zeneterápiáról szólunk. Vendégem Kozmáni Tóth Viktória zeneterapeuta. Szervusz! Szervusz! Nagyon sokan felkapták szerintem a fejüket. Mi is az a zeneterápia? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Az az igazság, hogy a zeneterápiával egyre többet találkozunk, egyre többet hallunk róla, egyre többen végzik ezt. Nagyon-nagyon széles a spektrum, ahol használni lehet. A prevenciótól egészen a halálunkig, a születéstől a halálunkig, bármelyik korszakot nézzük, jelen lehet a zeneterápia. Akár egészségesek vagyunk, akár betegek vagyunk, hát a zene az egy nagyon ősi dolog. Ugye azt szoktuk mondani, hogy ha szomorúak vagyunk, akkor is zenélünk, akkor is tudunk énekelni, ha nagyon jó a kedvünk, akkor pedig pláne, hogy nagyon jól tudunk mulatni. Nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetnék arra, hogy nem kizárólag betegség kapcsán lehet jelen a zeneterápia. Én nagyon szeretném elérni azt, hogy Magyarországon, vagy esetleg itt Nyíregyházán preventív jelleggel az iskolákba bevonjuk a zeneterápiát. Ez egy miért önismeret, lehet jó, vagy miért fontos? Egy személyiségfejlesztés. A gyerekek nagy többsége és a felnőttek nagy többsége nem rendelkezik megfelelő önismerettel, önértékeléssel. Ezek a zavarok ugye nagyon sokszor szorongáshoz vezetnek, és hát ezt, mint tudjuk, nagyon sok esetben pszichológus tudja megoldani. Na most a zeneterápia segítségével, egy csoportos zeneterápia segítségével, a zene eszközeivel, ugye a hanggal, amiből a zene adódik, amiből áll a hang, a dinamika, az összhang. Ezzel játszva meg tudjuk a gyerekkel életni azt, hogy ami történik, az tőle függ, és ez róla szól. Hogy kell ezt elképzelni? Tehát most annyira nincsen így a szemem előtt, hogy ez hogy működik. Úgy, mint mondjuk a pszichológusnál, hogy lefekszek egy ilyen kanapéra, te leülsz mellém, bekapcsolod Beethovent, és akkor valami hasonló. Akkor egy kicsi elmélet. Szóval a zeneterápia az lehet aktív, és lehet receptív. Tehát lehet, amikor együtt zenélünk, és lehet, amikor zenét hallgatunk. Ez a receptív zeneterápia, ez egy befogadó terápia. Ezt nagyon sok esetben pszichológus zeneterapeuták alkalmazzák, ugye egy regressziónak az újra, tehát regrediálódik, és akkor utána megbeszélik az ott újra élt dolgokat, egy zenével együtt újra élt dolgot, de én a munkám során leginkább az aktív zeneterápiát használom. Akár dobolás közben beszélgetni, értekezni? Nem. Aktív zeneterápia során soha nem beszélünk. Tehát zene van. Így van. Itt úgy kell elképzelni a zeneterápiát az én munkám során, hogy bármi, ami szól, az zene. Elég sok az autista és a súlyosan sérült gyerek nálam. Na hát
a legtöbb ugye nem beszél. Tehát itt eleve kizárjuk azt, hogy bármiféle beszédről legyen szó, viszont ami nagyon fontos, hogy egyfajta kommunikáció elindul. És én úgy gondolom, hogy egy fejlesztés során, egy terápia során, ha már beindulnak azok a kommunikációs dolgok, amik fontosak lehetnek abban, hogy emberek legyünk, és hogy tudjunk egymással közösen valamiféle interakcióba kerülni, az már egy terápiás cél, és hogyha ezt a célt el tudjuk érni, én úgy gondolom, hogy akkor már egy óriásit léptünk előre. Ezáltal persze a szociális készségek, az alkalmazkodási képesség, az, hogy egyáltalán tudom azt, hogy a másik mit szeretne, neki mi a jó, neki mi a ritmusa, neki mi a hangereje. Tehát, hogy ezekre nagyon oda kell figyelni, és ha a zeneterápiáról beszélünk, akkor én azt mondom, hogy elsősorban a ráhangolódás, ami a legfontosabb. Nem is tudom, hogy mi az, ami még zeneterápiának nevezhető laikus szemmel. Gondolok itt arra, amikor mondjuk valaki várandós, és akkor zenét hallgat, hogy már a magzat is esetleg... Az nem terápia. Az már nem terápia, viszont ugye egy laikus már akár erre is gondolhat. Ezt milyen gyakorisággal kell, szükséges lehet amúgy végezni, akár mondjuk egy egészséges terápiát? Vagy egy a terápiát, igen. Hát ez attól függ, hogy mi a probléma. Akár minden nap is lehet terápiában részt venni. Tehát akkor ezt nem lehet idézőjelbe túlzásba vinni. Hát, de. Tehát azért kereteknek mindenféleképpen, mint bármelyik más terápiának keretének lenni kell. Tehát ez a partalanság, ugye az sehova nem vezet. Miért fontos amúgy a te életedben, hogy egyre jobban kiszélesítsd az ismereteket erről? Hiszen mondtad, hogy Nyíregyházán is vannak terveid, meg hogy az oktatásban is nagyon jó lenne ezt bevonni. Szüksége van erre a társadalomnak? Tehát, természetesen. Tehát én pont ezt mondtam, hogy azt látom, hogy a gyerekek nagy többsége szorong, egyre több a pszichés zavar, egyre több a magatartás zavar, ez valamiből adódik, nem lelem a helyem, nem tudom hova tenni, nem tudom ki vagyok én, nem tudom mire vagyok képes, és hogyha van egy olyan közeg, amiben ezt megélhetem, hogy én erre képes vagyok, én például képes vagyok egy csoportot irányítani. Mert ha egy csoportterápiában vagyunk, akkor vannak bizonyos technikák, amivel a gyereket rá lehet arra venni, hogy azt a kis csoportot azt ő vezesse. És ezáltal az önértékelése egyre magasabb, megtanul bizonyos dolgokat, egyre kreatívabb lesz, egyre többet mer kommunikálni, egyre többet mer magából megmutatni. Tehát ezek azok a dolgok, amik számomra szerintem a legfontosabbak egy zeneterápiában, hogy merjem felvállalni saját magam, függetlenül attól, hogy én ki vagyok. Olyan szép dolgokat mondtál, és annyira látszott az arcodon végig, hogy igenis ez a hobbid, a munkád, a szíved lelked sokszor. Én remélem, hogy pár hónap múlva már arról tudunk beszámolni, hogy az iskolákban az iskolapszichológusok mellett vannak ilyen zenei terapeuták, zeneterapeuták. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon érdekes a téma, szerintem egy hosszabb beszélgetést is megér ez a dolog. Tizennyolc különböző típusú géppisztolyt, valamint a fegyvertípus elmúlt 100 éves történetét mutatja be az a kiállítás, amely pénteken nyílt meg a Nyíregyházi Józsa András Múzeumban. A június közepéig látogatható interaktív tárlaton kisfilmeket is nézhetnek, valamint történelmi ismertetőket is olvashatnak az érdeklődők. A kiállításban hál' Istennek sok különleges fegyver van, azt nem mondanám, hogy csak itt látható, de Nyíregyházán nem volt még sok közülük látható. Ezek közül amerikai és német fejlesztések is vannak, de szerintem a hátam mögött éppen látható az a fegyver, amely a II. Világháború 43 és 44-es évében megváltoztatta a fegyverekről alkotott felfogást. Ez a Sturmgewehr 44-es, ez egy rohampuska, egy német fejlesztés. A kiállítás tárgyait azt a Hadtörténeti Múzeumból és a Józsa András Múzeumból válogattuk össze. A fegyverek gyártóiról még annyit, hogy amerikai, német, orosz és magyar fegyverek láthatók a kiállításban.
Ezt a kultikus fegyvert talán mindenki felismeri. Az AK-47-es gépkarabély a világ egyik legismertebb fegyvere. Ezen kívül még 17 géppisztolyt láthatnak itt a József András Múzeum látogatói. A pénteken nyílt tárlaton az elmúlt 100 év fegyvertörténetét ismerhetik meg az érdeklődők, az interaktív kiállításon kis filmeket nézhetnek, valamint történelmi ismertetőket is olvashatnak a múzeum látogatói. Az emberiség múltjának évszázadait meghatározták a háborúk, amelyeket fegyverekkel vívták és vívják a mai napig. A kézi fegyverek fejlesztésében az első világháború első éveiben még kétséges volt a megnövelt tüzerő hatásossága. Úgy gondolták, ez a lőszer pazarlásához vezet. Viszont a háború végén már biztosak voltak abban, hogy az automata fegyverek áttörést hoznak az állóháborúban. Az első világháborúban a létszámhoz képest elenyésző számú volt a géppisztolyállomány, főleg azért, mert az előállítása drágább volt és a karbantartása is sok időt igényelt. Az első géppisztoly kialakítása 1916-ban az olaszok nevéhez fűződik. Az angolok és a németek szinte velük egy időben kezdték el saját gépfegyvereiket elkészíteni. A német technika azonban gyorsabban fejlődött utána. Az érdekesség az ugye, hogy az első világháborúban kialakuló állóháborúkat próbálták meg lerövidíteni egy olyan nagy tűzerővel rendelkező fegyverrel, ami később a géppisztoly lett. Ugye az első világháborúban ezek még csak kezdeti lépések voltak, a két háború között alakult ki már jobban ez a fegyver, viszont a második világháborúban, amikor beléptek a harcoló felek, akkor rájöttek, hogy a géppisztoly előnyös tulajdonságait a hadipuskákkal kell keresztezni, és így a gépkarabély jött létre, és ezt először a német tervezők alakították ki, ugye az előbb említett fegyverben, és igazából ezek a fejlesztések határozták meg a fegyvergyártásnak az útját majd a háború után. A kiállításban számos videót is bemutatunk, a fegyverekhez kapcsolódóan is, oktatófilmeket láthatunk a 60-as évekből, de rengeteg második világháborús felvételt is láthatunk, ahol kifejezetten ezek a fegyverek is láthatók. A kiállított fegyvereket a Hadtörténeti Múzeum és a József András Múzeum biztosította. Amerikai, német és orosz, valamint magyar géppisztolyokat is bemutatnak. Többek között a Király Pál tervezte első magyarországi gépfegyvert, amit később rendszeresítettek is a magyar királyi honvédségben. Az első világháborúban még csak kezdeti, a két világháború után már a továbbfejlesztett változatát használták az ilyen típusú fegyvereknek. Az első világháború végére kerültek kialakításra ezek a géppisztolyok, amelyek a pisztolyoknak egy erősebb változatát jelentette, hiszen ezek már sokkal nagyobb tűzerőt képviseltek, sokkal nagyobb lövési, tehát sokkal nagyobb lövési képességgel rendelkeztek, ugyanazokkal a paraméterekkel, lőszerparaméterekkel. Ez egy hatásosabb lőtávolsággal és egy erősebb fegyver jelentett magában. Ezek a fegyvereknek a kialakításában előkészületében nagy előnye volt, hogy sorozatlövés leadására volt alkalmas. A pisztolyok korábbiakban nem voltak képesek erre, tehát egy azonos időszakban sokkal több lövedék kilövésére alkalmas ez a fegyver. A későbbiekben ebből került kialakításra a gépkarabély, amelynek felépítése hasonló, működési elve hasonló, azonban már egy másik lőszertípusra került kialakításra. Ezáltal sokkal erősebbek lettek a gépkarabélyok, sokkal jobb tűzerővel rendelkeztek, azonban, mint mindennek van előnye, van hátránya, a géppisztolyokhoz képest egy nehezebb fegyver került kialakításra.
Bár ezeket a fegyvereket legtöbben a háborúhoz kötik, a kultikus géppisztolyok sok esetben a korai gangsterfilmek által lettek ismertek. De ma már vadászatnál, sportnál, lovagi tornákon is szerepet játszik, valamint olimpiai sportákként is ismerté vált. A tárlat június közepéig látogatható a Nyíregyházi Józsa András Múzeumban. Munkatársaim nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, ez volt április 1-i pénteki műsorunk, egy hét múlva találkozunk, a viszontlátásra!